máshonnan, de az fekete fehér volt. Tehát ugyanaz a hiba található meg a képen, úgyhogy biztos, hogy ez volt az, ami a Sándor bácsi volt az eredet, és arról másolt a fehér. Újabb kép. Katolin telepről itt is látható még. Aztán a lakótelep irányába, itt érdekesség a képnek, hogy itt látható, hogy még a Haort időszakában itt gyümölcsös telepítettek a domboldalba, ugye az az önellátás, próbálták meg, hogy önellátó legyen a telep, és akkor ilyen gyümölcsfákkal, almafákkal telepítették be a domboldalt. Aztán ez egy csodálatos kép, ez a Nagyhegyről szintén. Most napjainkban nem tudnánk ilyen képet csinálni, olyan elvonult a növényzet. Érdekessége a képnek, ugye itt látható az olintelep. Itt egy ilyen füstös részt láthatunk, ez valószínűleg a Hermann völgyben lévő üzemnek, ahol a korom, úgynevezett koromgyárnak a füstje lehet. 104 kéningből szállt föl naponta a füst, ahol 34 ezer köbméter szárazgázt égettek el, és ebből olyan 600-650 kg pormot gyártottak, amit ugye a gumiipar használ.